Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a vendégem. Természetesen megint kitűzővel érkezett, de megint mással érkezett. Mással, de a felirat az azért ismerős, sztrájk. Igen, ugyanakkor ez most PDS sztrájk. A korábbi kitűzője, mert hogy mindig a kitűzőjével kezdjünk, az pedig egy általános sztrájk. Az a decemberi-januári megmozdulásokon osztott jelvény volt, és akkor volt remény arra, hogy egy nagyobb összefogásban valósul meg a sztrájk, és országosan összehangoltan. A PDS sokáig bízott ebben. Most már látja, hogy egyedül marad adott esetben. Egy-két szakszervezet az, aki a közszférában vállalta most még ezt a fellépést. Egyébként készülődik egy nagyobb fellépés, ezt mindenki tudja az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottságon keresztül, annak is tagja vagyunk, de konkrétan ketten vállaltunk idáig a közszférában lépéseket. Na most ehhez képest, a nagy összefogáshoz képest jól összevesztek a pedagógusok szakszervezetével, legalábbis a nem pedagógus társadalom, amely kívülről figyeli a sztrájk, nem sztrájk hangulatot és környezetet, ezt látja. És ez nem használ az ügynek, ez teljesen egyértelmű, hiszen nagyon leegyszerűsített kommunikációban annyit lehet leszűrni belőle, hogy összevesztek, mit akarnak, hogyha még együtt sem tudnak ebben lépni. Pontosan, és erre kérdeznék rá. És így van, ezért ez nagyon szerencsétlenül alakult, kétségtelen. Mi az egész pedagógus társadalomhoz fordultunk a sztrájkunkkal, és közben kiment egy levél a pedagógus társadalom felé, amely azt mondta, hogy ez a prejudikált, hogy ez a sztrájk, ez törvénytelen lesz, és jogszerűtlen lesz, és mi bevisszük egy vadsztrájkba a kollégákat, több más prejudikált, hogy nem egy, és az egyeztetés hiányáról beszélt, és olyan szinten megszólította a saját a sztrájkunkkal a felhívott célközönséget, hogy erre reagálni kellett. Abban volt eltérés, hogy nyilvánosan, nem nyilvánosan, de hát nyilvánosságra került azáltal, hogy meg lett szólítva minden tanár, nem csak a másik szakszervezet tagság. Na most akkor nézzük, mi lesz május 29-én, vagy mi nem lesz május 29-én? Igen, mind a kettő jogos, hiszen most egy lépést már tudunk. Azt a sztrájk megállapodást, azt a még elégséges megállapodást a munkáltatók, amelyet márciusban még Hajnal Gabriella megerősített, hogy jogszerű és rendben van, ezt most már tudjuk, ezen a héten megjöttek a válaszok a levelenkre, hogy nem fogadták el. Megvolt a B lépés is, a B lépés pedig az, ugye, a következő lépés az, hogy bírósághoz fordultunk, már be is vannak adva ezek a beadványok. 5 napon belül nem peres eljárásban a bíróságnak döntenie kell. Egyébként érdekes az indok. Az indoklása az volt a munkáltatónak, hogy nem látja időszerűnek a sztrájkot. Most ha csak egyszerű logikailag is megmondjuk, hogy a munkáltató azt üzeni a szakszervezetnek, ami kezdeményezi a sztrájkot, hogy nem látja időszerűnek, ezért nem tárgyal még elégséges szolgáltatásról, ez alkotmányos jogainkat is sérti, nem csak a sztrájktől. Na most, hogyha megnézzük a követeléseiket, hadd ugorjak pont a legvégére, a 4. pontra, és pont azért, mert ezt említette, nevezetesen a sztrájktörvény módosítás annak érdekében, hogy kiszámítható törvényes keretek között kerülhessen sor a munkabeszüntetés. Ez azt jelenti, hogy a mostani tapasztalatai, ami nagyjából ebben a tanévben tartanak, és mindig úgy jött ide, hogy akkor most tárgyalunk az EMI-vel, de nem sok minden várható, most is meghallgattak minket, érdemi válasz nincs, ugyanakkor a sztrájkra is készülnek, de nem igazából tudják milyen formában, ez is befolyásolt, az elmúlt fél év is befolyásolta ezt a 4. pont megalkotását? Hogyne, hát látjuk azt, hogy ellehetetlenül, főleg a közszférában ellehetetlenül a sztrájk, és egyébként a mai napon kapja meg, mert kérték a konkrét véleményünket, a mai napon fogja megkapni a kormányzat, illetve az EMMI, és továbbítják az igazságügyi minisztériumnak azt a pontot, amiben a sztrájktörvény módosítását kérjük. Minden bizonnyal nem láttam még a szöveget, a jogászunkkal beszéltem, nagyon egyszerű lesz, az lesz, hogy a még elégségesről tárgyalni kell, de mint az korábbi sztrájktörvényben volt, lehet sztrájkolni, és utána állapítják meg, hogy megtette, eleget tette a feltételeknek a még elég. Tehát nem előre kell, mert ez teljesen kiszámíthatatlanná teszi. Egyelőre most a kollégáknak is így a sajton és az ATV médián keresztül is azt üzenem, hogy jövő hét elején megkapjuk a bíróság elsőfokú döntését, hogyha betartják, már pedig beszokták ezt tartani 5 napon belül nem peres eljárásban a döntést. A bíróság mondhatja azt, hogy a mi egyességünk, a mi javaslatunk az korrekt, elfogadja, és ennek alapján lehet sztrájkolni, illetve
ő maga is letehet egy anyagot. Az biztos, hogy a másik fél, a munkáltató nem tett le javaslatot, hogy ő hogy képzeli a még elégséget. Na most én gyorsan felsorolom az udvariasság kedvéért, mert nem egyszer beszéltünk már erről, de hogy mindenkit emlékeztessek arra, hogy önök követelik a közalkalmazotti illetménytábla rendezését, tehát emelését, a pedagógusok kötelező óraszámának egységes 22 tanórára történő visszaállítását, a pedagógus bérek számítási alapjának a mindenkori minimál bérhez kötését, illetve ezt a bizonyos negyedik pontot. De mindaz, amit most felsorolt, egy nagyon-nagyon bonyolult körmondatban, és ez nem feltétlenül az önfelelősség, ez nem bizonytalanítja el a sztrájkban részt venni akaró vagy azon gondolkozó kollégákat? De elbizonytalanítja, és ez célja is a másik oldalnak, mi pedig valamennyire azért tehetetlenek vagyunk ezzel szemben, kétségtelen. Tehát most végig kell járni azt az utat, ehhez meg kellett jelölni mindenféleképpen egy időpontot. Anélkül nem lehet bírósági szakaszokban. Itt van a nyakunkon. Így van, végig kell járni egy olyan utat, amely kimeríti a jogorvoslatot, és akár alkotmányjogi panasszal is fog élni a PDS, amely magát a jogszabály hiányosságait fogja támadni, a sztrájktörvény hiányosságait. Szűk fél percünk van, mondja meg nekem, legyen kedves, hogy a jelenlegi állapotok között nevezetesen, hogy veszekednek a szakszervezetek, hogy bizonytalanság van. Hány sztrájkoló pedagógusra számít május 29-én, hogyha 100%-nak veszik az összes pedagógus Magyarországon? Akkor ez a szám mindig érdekli a sajtot, és erre már van egy válasz a PDS-nek régóta mondjuk. Nem érdekel minket. Most persze jól esne, ha az erő, tudjuk, hogy az erőt az demonstrálja, ha nem ketten. Így van. Az ezres nagyságrend az szerintem teljesen rendben van. Egyébként pedig a lehetőséget tudja a PDS megadni, a kollégák meg eldöntik, hogy akarnak-e élni ezzel az eszközzel. Ezres nagyságrendre számít. Hát arra az a minimális. Szűcs Tamás, köszönöm szépen, hogy ma reggel a vendégem volt. Én is köszönöm a meghívást.